A műsor támogatója a TAR Kft. Köszönöm kedves nézőinket, Mindennapjaink című magazin műsorunkat láthatják. Immáron 26. alkalommal került megrendezésre a Tudásklub elnevezésű előadássorozat a Tomori Pál Városi Könyvtár előadó termében. Most Balogh Csaba Zoltán mutatkozott be, aki mesélt az iskolai és a pápszínházi életről is. Immáron 26. alkalommal gyűltek össze a klubtagok, hiszen ismét tudásklubot tartott a kalocsai Tomori Pál Városi Könyvtár. Természetesen nem igazi klubról van szó, hanem egy előadássorozatról, ahol a tudás helyezik előtérbe. A legutóbbi alkalomkor Balogh Csaba Zoltán, a Homokmégyi Tagiskola igazgatója és a Kacsó Kabáb Színház alapító tagja mutatkozott be, aki mesélt nekünk bábszínházi élményeiről, pedagógusi pályájáról és az iskola élén eltöltött évekről is. A felkérés az váratlanul ért engem, nem gondolnám, hogy annyira ismernek, de lehet, hogy mégis. Akik kíváncsiak lehetnek rám, egy kicsit kétkedéssel fogadtam a meghívást, és rólam fog szólni teljes egészében, vagy legalábbis arról a 62 évről, amit eddig eltöltöttem ebben a világban. És itt Kalocsán miről is lehet önt ismerni, mivel foglalatoskodik, mit kell önről tudni? Hát egyszer valaki azt mondta nekem, hogy rengeteg lébe beleérnek az ujjaim, és ez így igaz. Alapvetően a szakmámnál fogva pedagógus vagyok, tanító, tanár, és azon túl, hát ennek mentén a pálya sok apró részletével foglalkoztam, pályaválasztással, de aztán képviseltem a pedagógusokat az úttörő elnökségben is annak idején, a szakszervezetben is annak idején. Aztán hát igazából van egy olyan tevékenységem, ami a művészethez kapcsolódik. Bábművészettel foglalkoztam, ami sok gyereket érintett, illetőleg hát kultúrházigazgató voltam Homokmégyen hosszabb ideig, mintegy 28 évig, ahol azért rengeteg olyan rendezvény volt, ami valamilyen úton-módon Kalocsáról került ki, vagy kalocsaiakat érintett. Aztán foglalkoztam pályaválasztással, de ezt a mai napig is csinálom, mint tanácsadó, ezért sokan ismerhetnek. És hol végezte az iskoláit, és hogyan is került a Homokmégyi iskolának az élére? Hát ez nagyon érdekes. Tulajdonképpen úgy kezdődött az egész, hogy nem sikerült az egyetemi felvétel, aztán utána én képesítés nélkül elkezdtem tanítani, ott ragadtam, elvégeztem az orosz szakot, később aztán angolos lettem, aztán utána pedig hát, ahogy végigjártam a ranglétrát, úgy most már az utolsó mohikán vagyunk egyébként az iskolában, lehet mondani. És a pályaválasztási tanácsadás az hogy jött az ön életébe, honnan ez a szerelem? Hát az is egy ilyen, hogy mondjam, váratlan esemény volt. Meghívtak Kecskemétre egy értekezletre, ahova elküldték az éppen aktuális 8. osztályfőnököt. Én elmentem, és kiderült, hogy azért hívnak össze bennünket, hogy tanácsadókat keresnek. Én a pályaválasztással otthon előtte már eléggé sokat foglalkoztam. Nálunk nem is az volt a helyzet, hogy csak a 8. osztályfőnök foglalkozik ezzel a témával, hanem én voltam a gazdája a területnek, és bevállaltam. Mondom, legrosszabb esetben, ha nem megy, hát nem megy, de ment. És aztán ez nekem nagyon tetszett is. Sikeres voltam benne, lehet mondani, mert mind a mai napig osztályoknak tartok tanácsadásokat, illetve egyéneknek is, tehát sokrétű ez a dolog, sok minden van benne, nem csak a foglalkozások ismertetése, hanem önismereti területek, ami miatt azért sokan megkeresnek. És a Báb Színház, ez hogy jött az ön életébe, és erről mit lehet tudni? Hát ez már gyerekkoromban is szerettem. És aztán, miután rájöttem, hogy a gyerekek is szeretik magukat kifejezni, viszont, hogy mondjam, tehát úgy face to face nem olyan könnyű nekik, hanem inkább elbújnak egy báb mögé, könnyebben megszólalnak, és ez inspirált engem, azon túl, hogy a bábművészet ugye az egy komplex műfaj, a zene, a képzőművészet, az irodalom egyesül benne, tehát majdnem olyan, mint egy miniszínház, és ilyen értelemben elkezdtünk vele foglalkozni, és a gyerekek fogékonyak voltak, sikeresek voltunk benne, mind a mai napig.
És ezt hogy kell elképzelnünk? Tehát, hogy az egész országot járják ezzel a Báb Színházzal, illetve milyen előadásokat tartanak jelenleg? Nem, hát az igazság az, hogy eleinte, amikor nekem igazán lehet mondani, hogy a dolognak a fénykora volt, akkor mi háromszor voltunk igazán menők, egyszer a televízióban szerepeltünk, kétszer képviseltük a megyét országos bábfesztiválokon. Ez még az úttörős időszakban volt. Most van bábcsoportom, de hát ők csak alkalmiak és eléggé kisebb léptékben itthon szoktunk játszani. És miket láthatunk tőlük? Hát tavaly itt a könyvhéten is egy Manók tündérek című darabocskát adtak elő, aztán az idén Mikuláskor szerepeltek, aztán volt olyan darab, amit írtam, és a Fanni angyal kalandjait csinálgatták, tehát sok minden ilyen volt, amit meg tudtunk valósítani, és még most is készülünk egy fesztiválra, ami majd valamikor áprilisban lesz. És milyen fesztivál lesz ez, ha lehet tudni? A Kis Iskolák Egyesületének, ki mit tudja, lesz ez, amit lakitelekkel fognak megrendezni. Az idei turisztikai szezonra készül a kalocsai érsekség. Ennek egyik fontos állomása, hogy az érseki kincstár a Katonaházból az Asztriceumba költözött. A kibővített kiállítást március 15-től láthatják az érdeklődők. Pár nappal ezelőtt még nagy munka folyt az Asztriceum földszintjén. Itt kap ugyanis helyet a kalocsai érseki kincstár, mely előtte a Katonaházban működött. A kiállító térben már lassan minden a helyére kerül, viszont a látogatók nem csak a korábban bemutatott tárlat anyagát láthatják, hanem újdonságokat is kínál március 15-től. Költözik át a Katona István házból a kincstár, a múzeum, a gyűjtemény. Jó része már át is költözött, és ennek az új berendezésnek a kialakításán fáradoznak itt sokan, hiszen akármennyire is az állandóság szimbóluma egy múzeum, annak változni kell, mert másként a látogató számára nem válik érdekessé. Tehát egyrészt a régit hoztuk át, de új dolgok is lesznek majd. Ugye már a megnyitó is ezt mutatta, és most itt láthatjuk az Egyház megyének a liturgikus eszközeit, illetve azokat is, amiket még eddig nem tettünk ki. Ez március 15-től lesz látható úgy mindenki számára, de a múzeum már előre mondjuk, hogy folyamatosan bővülni fog. Ami most van, az egy kezdeti állapot, de a teljességre még várni kell. Méltó helye lesz a kincstári tárgyaknak? Természetes. Másik sem volt rossz, de most azáltal, hogy egy új múzeum épületbe kerül, egy felújított szobába például, ahol a régi festmény is napvilágra került, egy új színt, egy új fajta felállítást és bemutatást tesz lehetővé, ami még azok számára is, akik korábban látták a múzeumot, hát érdekessé válik. A kalocsai érsekség nagy erővel készül a turisztikai szezonra. Megnyitja a nagy közönség számára, a régóta várt turisztikai látogatók számára is látogatható lesz a Főszékesegyház. Ezen kívül az Asztriceum Érseki Múzeum december 16-án 16-ban már megnyitotta kapuit. A turisztika számára március 15-től kínálja azt a látványosságot, amit évek óta megszokhattunk az érseki kincstárba is. Az érseki kincstár tárgyaival mutatkozik be. A 2017. év az egy több lépcsős év lesz. Az Asztriceum Érseki Múzeum történelmi épületében, a Kanonokházban láthatjuk az érseki gyűjtemények kincstári tárgyait, illetve az új szárnyba, ami együttesen 1500 négyzetméter kiállítótér, az új szárnyba pedig időszaki kiállításokkal várjuk az év folyamán a látogatókat. Készülünk mind a komfortfokozatot emelni, készülünk arra, hogy a promóciókba is új utakat kezdjünk. Többek között az utazás kiállításon Bács-Kiskun megye standjántárs kiállítóként részt veszünk március 2-től 5-ig. Mostani helyiség hogy van felosztva, milyen hosszú ideig tart a költözködés, hogyan szerveztétek meg? Nagyon hosszú ideig tart a költözködés, hiszen rendkívül nagy becsű tárgyakról van szó, rengeteg tárgyról, kezdve a kincsekről, a kincstári tárgyak kezdve a szövetanyagtól tematizálva mutatjuk be, most már méltó környezetbe, történelmi épületbe, a Kanonokház felújított részébe.
A látogatók számára ebben a történelmi környezetben lesz látható a régi korok tárgyai, illetve mondom még egyszer, az időszaki kiállítások pedig az új, minden komfortfokozattal ellátott kiállítóterbe, a high-tech toldaléképületbe. Van még valami a katonaházban, ami átkerül ide, vagy pedig már minden itt van, és már csak a helyeket keresitek? Természetesen megvan a kiállítás tematikája, és megvan minden tárgynak a helye. Javarészt átkerült már minden tárgy, és megfelelő környezetbe épül, szépül, illetve a hátterek kialakítása folyik, illetve az épület néhány részletének befejező momentuma, de természetesen a kiállítás témája már fejbe van, illetve a kiállítás kinézete is, és gőzerővel készülünk, hogy március 15-e után ezzel a képpel várja a látogatókat ez a ház. Egy egész násznép jelent meg azon a farsangi bálon, amit a volt ifjúsági házban tartottak. A nyugdíjasok többek közt mulatoztak, beszélgettek és egymást kínálták saját készítésű süteményeikkel. A jól ismert lakodalmas nótára vonultak be a farsangi bárra beöltözött jelmezes nyugdíjasok. Az ifjú pár mellett lehetett látni imádkozó szerzeteseket, csörgődobot rázó cigánylányt, tarisznyájában hamuba sült pogácsát cipelő parasztlegényt is. Azt mondhatnám, hogy szinte minden egyes bál ilyen sikeres. Azt hiszem már többször elmondtam, de úgy vettem észre, hogy ha úgymond ez ilyen batyús bál, tehát a legkevesebb kiadással járó, és nagyon jól érzi magát a tagság. Ezért próbáltam már mindenféle ilyen összejövetelt bált, egy kis rendezvényt, bármit, hogyha nem hívok úgy külsőleg, mert úgy is szoktak akár táncosok, akár kicsik, nagyok, vagy a kórházasok, ezek a hastáncosok, vagy a bolvári testvérek, akik ilyen modern táncot járnak, akkor is közülünk valaki verset mond, énekel, tehát ez nem csak olyan, hogy csak bálozok, de itt mindenki, mindahogy tetszett is látni, mindenki olyan nagyon jól érzi magát, olyan nagyon fel van dobva, hogy azt hiszem, hogy a mi korunkban használjuk ezt a kis időt, és hogyha így próbáljuk kihasználni, én azt hiszem, ez mindenkinek csak javára válik, nem buslakodik otthon egyedül. Mindig van egy-egy maroknyi csapat, aki még a bohóckodásban is benne van, és jelmezeket kreálnak maguknak? Hála Istennek még mindig akad, sőt, még több is lett volna az idén, de sajnos hárman lebetegedtek, akik ilyen nagyon jó jelmezbe akartak jönni, de ilyen influenzás csak, nem ilyen nagyobb betegség, és én azt vettem észre, és nagyon-nagyon köszönöm nekik még így a tévén is keresztül, akik hajlandók felöltözni, meg hajlandók, ha kérek valamit, még soha, de soha nem maradtam úgy, hogy ne jött volna akár 5 vagy 10, vagy mi, hogy Márti majd segítek, Márti majd így, majd úgy. Szóval annak örülök nagyon, hogy azt mondjam talán, hogy mintha szabálynak mondanám, de ez nem szabály, csak szoktam mondani, hogy úgy próbálom ezt az egyesületet vezetni, hogy ti vagytok értem, én meg ti értetek. És ha nem közösen csinálunk valamit, az már nem jó. De hogyha közösen megpróbáljuk, és összehozzuk a dolgokat, abban már csak jó származhat, és vidámabbak vagyunk, mint hogyha esetleg csak úgy elbuslakodnánk. Hányan báloznak ma itt? Hát pontosan nem tudom, mert le is be, de olyan 120 körül. Általában mindig ilyen sikeres egy-egy ilyen bál, mert gondolom azért bárra, ami itt van helyben, könnyebben mozdíthatók az egyesületnek a tagjai, mint hogyha elmennek valahova kirándulni. Igen, és már ugye az előbb is említettem, hogyha kirándulni megyünk eleve, az ugye kis nyugdíjasnak, ha már egy 5000 forint, mert valahova fürdőbe vagy bárhova, az a legkevesebb. Ide meg, hogyha hoz egy üveg vizet, vagy akármit, vagy éppen nem hoz semmit, akkor is senki nem mondja neki, hogy miért ezt hoztad, miért amaszt hoztad, és ahogy mondtam, ez a legnagyobb érdeklődési kör.
Tehát itt próbáltam én már ilyen egynapos kirándulásokat, ugye most már olyat, ami nem ilyen, mit tudom én, hegyes vidék, hogy mi nyugdíjasoknak. De sajnos be kell, hogy lássam azt, hogy akinek 60-70 ezer forint nyugdíja van, az nem teheti meg a fűtés, meg az étel az első, utána jöhet a többi. És ez meg mindig sikeres volt még idáig, tehát nem volt olyan, hogy csak 50-en legyünk mondjuk, hanem mindig 100 meg 100 fölött, és még a másik, ami úgy vettem észre, hogy ilyen kedvező, Messzesre szoktunk ugye nyáron menni az önkormányzat üdülőibe, ott szoktunk főzni, legyen az paprikás, krumpli, bármi, de ott egész napot eltöltünk a jó levegőn, és én úgy vettem észre, hogy az is egy, hogy mondjam, úgy örülnek neki, hogy ilyen is van. Hogy nem kell mélyen a pénztárcába nyúlni, mert általában, amit főzünk, azt megpróbáljuk a közös kis kasszánkunk kihozni. Hetekkel korábban összedugják a fejüket azok, akik jelmezbe öltöznének, s feltúrják a szekrényeket igazi kincsek után. Van, aki egyedül, s olyan is, aki párban bátrabban bújik maskarába. Minden évben vannak igazán ötletes jelmezek. Az egyik kedves klubtársunk adta, mert az ő lányája volt ez, és megkért, hogy vegyem föl, hát kissé szoros, meg kellett kötni madzagokkal a hátulját, és így érd be, mert ez legalább 20 éve volt a lányán, és ez a ruha. A fájtlat, meg a szomszédasszonyomnak a 44 éves fájtla. Hogy jött az ötlet, hogy éppen mennyasszony legyen? A szomszédasszony szólt, hogy ilyen lehetőség van, a ruha adott, vállaljam el, hogy leszek mennyasszony. Könnyű volt maga mellé vőlegényt is találni, hiszen hát azért vőlegény nélkül nem mennyasszony a mennyasszony. Könnyű volt, mert a szomszédasszonyom végül is a Bolvári Sándorné, én a Földszinten lakom, ő a másodikon, tehát összebeszéltünk így, és nagyon szép párnak gondoltunk mi magunkat. Korábban is beöltözött már? Nem nagyon, nem. Valahogy mindig egy picit féltem tőle. Meg nem, tehát én inkább nézelődve voltam, mint beöltözött, tehát nem. És most milyen érzés volt azért úgy belépni, hogy tudta, hogy maga az első, és azért mindenki magukat fogja figyelni? Nagyon jó érzés volt. Boldogan vettem így tudomást erről, mert nem is volt nekem mi mennyasszonyi ruhám. Az első házasságom 72-ben volt, és csak egy kosztümbe mentünk föl esküdni, tehát csak két tanúval, tehát nagyon egyszerű volt az esküvő. Most van rajtam igazán mennyasszonyi ruha. Milyen ruhát kellett előszednie a szekrényből, hogy igazi vőlegényi öltözete legyen? Ez igazi saját kosztümöm. A mennyasszonynak a fiája az ing, szomszédomé a nyakkendő, többi az enyém. Úgyhogy eredeti vőlegény legyen. És miért kellett egy ilyen díszes kalap még a fejre? Mert ez végeredményben jelmez bár is. És hogy feldobja, kicsit ez kellett hozzá. Könnyű volt a mennyasszony táncba vinni? Rögtön első szóra vállalta a szerepet? Egybő. Más mennyasszonyt néztek ki nekem, de mondtam neki, hogy ilyen nincs. Azt mondom, nem jössz? Nem jössz. Jön a másik. Szomszédasszonyom a Zsuzsi, ez van, kapsz ruhát, mindent. És belevágtunk egyből. És mondom, akkor legyen koszoroslán, legyen vőfér, stb. Ez másképp nem működik. Korábbi években is beöltözött már? Milyen jelmezei voltak? Hát végeredményben 5 éve vagyunk ebbe a klubba, és harmadszor vagyunk most beöltözve. De a bálokba, kirándulásokba, mi akkor mindig benne vagyunk, szeretünk ezt a hülyeséget. De van elég probléma, akkor most mit hozzuk magunkkal? És akkor jó zenet, csinálunk kaját, és akkor eltöltünk egy estét. De azért, ha már megöregettünk, nem muszáj annyira öregnek lenni, nem? A volt ifjúsági házban közel 120-an báloztak. Legközelebb márciusban tudnak a nyugdíjasok ismét táncra perdülni, hiszen március 11-én nőnapi bált tartanak majd. Ám nem csak a nyugdíjasok farsangoltak, a városi óvodák apróságai is jelmezt ragadtak és messzire kergették a telet, ami sikerült is, hiszen azóta gyönyörű időnk van, a tél pedig jó messzire szaladt. A továbbiakban a Csokonai és a Viola utcai óvoda farsangi mulatságáról készített összeállításunkat láthatják. Táncot
Így ünnepelték a Csokonai utcai óvodában a gyerekek a farsangot. Az óvodát ellepték a kalózok, katicák, rendőrök, zórok és mackók, de még Spongya Bobbal és a Birodalom sötét nagyurával is találkoztunk. A lányok körében a hercegnő volt a közkedvelt jelmez, még a fiúknál pókember hódított. A csöpségek egymás kezét fogva csoportonként vonultak fel, majd egy-egy verset is elszavaltak. Néphagyományaink közé tartozik, hogy a farsangot is minden évben természetesen megünnepeljük a gyerekekkel. Minden évben szervezés, tervezés munkája, hogy mikor kerül rá sor. Ugye sok minden befolyásolja, a sok minden mellett itt az óvodai életünkben nagyon sok program van, tehát próbáljuk egyeztetni, hogy a zenésszel, illetve a gyerekek is itt tudjanak lenni, hiszen nagyon sok hiányzásunk volt az utóbbi időben. És főleg nagyon fontos az, hogy minél több kisgyerek itt tudjon lenni. És mennyire várták ezt a programot a gyerekek, és hogyan készültek rá? Hát én úgy gondolom, hogy ahogy az előbbi képsorokból láthattuk is, hogy nagyon-nagyon várták, nagyon-nagyon készültek a gyerekek. Már hetekkel ezelőtt is sorolták, hogy ki mi lesz farsangkor. Szülőértekezeten is már mondták a szülők, hogy javarészt eldöntötték a gyerekek, hogy ki mi szeretne lenni. Hiszen nagyon sokszor készen vásárolt jelmezeket húznak föl a gyerekek, egyéb okoknál fogva is, és nagyon nagy lázas készülődés van itt már előtte. És most hány csoport és hány gyerek öltözött be? 4 csoportunk van, és közel 90 kisgyereket láthatunk a tornateremben. De ahogy az előbb említettem, szerencsére már sokan meg tudtak gyógyulni, itt vannak ezen a héten. A múlt héten biztos, hogy el kellett volna halasztanunk, de a 90 kisgyerek lázasan ropja a táncot a tornateremben. Ami nem is túlzás, hiszen fergeteges buli kerekedett az ünnepség végére, amit a gyerekek nagyon élveztek. Együtt járták is társaikkal a táncot az ismert dallamokra. Milyen hagyománya van, hogy az óvónők is, hogyha jól láttam, ők is beöltöznek, és mi alapján választották a jelmezt, hogy ezt lehet tudni? Hát mi óvónők híresek vagyunk arról, hogy mi nagyon szeretünk játszani. Mi is nagyon szeretünk úgymond beöltözni, egy kicsit maskarába, hiszen olyan sok minden történik körülöttünk, hogy nekünk is ahhoz, hogy még felszabadultabban és jól érezzük magunkat, mi is egy picit maskarába bújunk, átváltoztatjuk magunkat. A gyerekeknek is nagyon jól esik, hiszen valahol ez a példamutatás is, hogy nem csak beszélünk róla, hogy hát ki mibe öltözik, hanem mi is egy kicsit farsangi hangulatban vagyunk. Itt a Csokonai óviban milyen egyéb ünnepségeket, alkalmakat szoktak még megünnepelni a gyerekekkel? Sok hagyományos ünnepünk van, amit minden évben megtartunk. Ősszel ugye az őszi játszóház, Mártonnap, téllapó, Mikulás, karácsony.
ebben az évben, amit így közösen a gyerekekkel ünnepelünk, az a farsang, ez az első ilyen, és ez tulajdonképpen kezdetét veszi azoknak a tavaszi ünnepeknek és rendezvényeknek, amit a gyerekeknek tervezünk, szervezünk, így például az egészséghetet, előtte mesemondó versenyt fogunk tartani, annak is már több éves, több évtizedes hagyományai vannak, aztán a gyereknap, anyák napja, tehát minden évszaknak, hónapnak szinte megvan az a rendezvénye, amit szervezünk a gyerekeknek. De nem csak a Csokonai úti óvodában próbálták meg előzni a telet az apróságok. A Viola utcai óvoda is télbúcsúztató mulatságot tartott, a rajókat felelőse nem más volt, mint Frederico Bohóc a gyerekek nagy örömére. De nem csak Frederico volt az egyetlen bohóc a mulatságon. Te minek öltöztél, Dominik? Bohócnak. És miért öltöztél bohócnak? Mert anyukám nem talált mást. És anyukád csinálta a jelmezedet? Nem, az adjéktól kaptam. Igyekszünk a gyerekeknek minden évben jó hangulatos műsort biztosítani, mindig igyekszünk vendégeket meghívni, de ha nem, akkor a szakmári óvodásokat szoktuk még elhívni, vagy az öregcsertő óvodásokkal is szoktunk együtt tölteni kellemes időket, perceket. Az idén sikerült a Fredericót meghívni, szívesen vállalta, most éppen a Fredericóval mulatnak a gyerekek a tornateremben. Igyekszünk mindig az előkészületekkel is ráhangolódni, farsangi mondókákkal, versekkel, énekekkel készülünk, természetesen barkácsolunk, kiegészítőket készülünk, tehát igyekszünk minden nap a farsang jegyében eltölteni az időnket. Szülők mennyire folynak ebbe bele, miben segítkeznek esetleg? A szülők nagyon örülnek, a szülők abban támogatnak, hogy a gyermekeiknek igényes, nagyon szép jelmezzel készülnek, nagyon örülnek ők is ennek, hogy egy ilyen kis vidám délelőttöt tölthetünk mi itt közösen az óvodában. Volt rám példa, hogy közösen csoportosan öltöztünk egyforma jelmezbe, de általában igen, az egyéni jelmez az a kedvencebb, ha mindenki a saját mesehősét, kedvenc hősét választja, és akkor abban szeret megjelenni. Így a Viola utcai óvisok közt is láthatunk pókembert, csontvázat, kaloszt vagy éppen mulánt. Miért szereted itt a farsangot? Mit szoktatok csinálni itt, amikor farsangi buli van? Táncolni. A farsangi ünnepségek végére bátran kijelenthetjük, hogy a kalocsai óvodások is jó messzire kergették el a telet.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsor támogatója a Tar Kft.